Ne nyúljon hozzám! Ne nyúljon hozzám! Nem nyújtam önhöz. Jó, elég. Szerd reggel a Momentum és Hatházi Ákos ismét elbontották azokat a kordonokat, amelyeket másfél évvel ezelőtt húztak fel Orbán Viktor hivatala köré a Karmelitánál. Ó, kezdődik a láncolás! Még alul is le van! Van valakire egy csavarhúzó? Hogy rongálni legyen, szélesek ne rongálják meg. Ez lenne a kérésem. Egyszer. Ilyen kordonokat állítanak. Ez egy építkezési dolog. Akkor miért nincs isakba? Mert én nem vagyok építkező. Ez értem, de hát az építkezés... Azon egyszerű jobbtál fogva. Jó reggelt, miniszter úr! Mit szól hozzá, hogy elbontotta a Momentum frakció a kordont a Karmelitánál? Nem tudom, hogy elbontotta, én most érkeztem, úgyhogy nem láttam még ezt a nemes munkát. Köszönöm szépen! Képviselő úr, mert ez a kordabontásunk korábban. Igen. Orbán Viktor, mit gondol, hogy most miért kell itt kordon ebben az utcában? Azért, mert zajlik az építkezés, az építési szabályok ezt írják elő. Az ott el van zárva. Balesetvédelmi és építési szabályok írják elő. Sisak ebben a területen. Én kívül vagyok. Hát akkor kívül van, akkor ezt a részt szabadon lehetne hagyni. Képviselő úr, hogy az milyen veszély, ami az újságírókra veszélyes, a kormánytagra meg nem. Ugye le van zárva, hogy itt ez egy veszélyes építési terület. Igen. Az újságíró nem jöhet be, maga meg bejöhet. Tehát milyen veszély, mi a különbség? Igen. Hát én ide a munkahelyemre jövök be. Igen. És ezért az építkezési területen át kell jönnöm. Önnek nem a munkahelye, gondolom. De az építkezési területen ugye azért zárják le, mert egy építkezési terület. Én nem az építkezés vezetője vagyok. Bocsánat, az újságíró is a munkahelyet. Ők a munkájukat csinálják, itt? Amikor magát kérdezik. De én nekem itt van a munkahelyem, nekem ide kell bejönni. Nekik meg ott, ahol ön van. Képviselők nagyon készültek arra, hogy találkozzanak Orbán Viktorra, ki is feszítettek egy molinót ahhoz a bejárathoz, ahol beszokott menni a kis buszával. A miniszterelnök azonban kicselezte az ellenzéki politikusokat, és a köztársaság elnök hivatalánál állt meg, és az udvaron keresztül jutott be a Karmelitába. Egy normális országban egy kormánypárti politikus, nem, sőt egy miniszterelnök nem hátul súran be, aki önmagát utcai harcosként definiálja, hanem vállalja a sajtó figyelmét, hiszen ez a munkájának a része. És ezzel elképesztő gyávaságra tartjuk azt, hogy egyrészt a kordont is, másrészt az, hogy valaki miniszterelnökként így viselkedik. Jó napot, miniszter úr! Mit szól hozzá, hogy itt elbontották a kordont? Én vagyok, hogy ilyen sokan jönnek az ünneplésemre. Mit szól az, hogy elbontotta a kordont a Momentum akarmány? Úgyhogy jó napot kívánok! Lehet venni a számtól? Köszönöm szépen! Mit szól az, hogy elbontották a kordont a Karmelitánál? Nagyon szépen! Összejöttek az érdekemben, nagyon jó. Sok jó munkát kívánok! Szeretnék azt, hogy a gépekbe utazó kormánypárti politikusok hagyják lehetővé. Személyes közlekedésbe engedjük, de szeretnék, hogy az újságírók kérdezhessenek a gépjárművekre. Legyenek szívesek! Nyugodtan forgathatnak, csak ne akadályozzák a rendőrinket. Már kérném önöket. Jó napot, miniszter úr! Mit szólsz, hogy elbontották? Mit szól hozzá, miniszter úr? Honnan figyelj! Annyira nem akar nyilatkozni a sajtónak, hogy inkább arrébb rakad képviselőket? Dolgoznom kell, uraim! Ez egy munkája az, hogy minket tájékoztat! Jó reggelt, miniszter úr! Mit szól ahhoz, hogy nincsenek már kordonok? Kitűnő tavasszal, azt látom. Mit szól a kordonokhoz? Gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés. Kezdjük az igazoltatást, és akkor adat megállapítás. A politikai véleménynyilvánítása. Tessék? Alkotmányos alap a politikai véleménynyilvánítása. Rendben, azért kezdjük. Hivatalos személyként vagyunk, itt hivatalos munkát végzünk. Mindannyiunkat igazoltattak, elkérték képviselőigazolványt, és gyülekezési joggal való visszaéléssel vádolnak minket, és ezt akarják megállapítani, hogy történt-e szabálysértés, vagy sem. Azért rájtott be! Senki nem jöhet be! Teljesen!
Azt történt az imént, hogy két ember leszette azt a molinót, amit reggel feszítettek ki a Momentumosok a bejárathoz, és bevitték a Karmelitába, a rendőrség pedig közben lezárta a területet, úgyhogy most már nem lehet közlekedni. Pár órával vagyunk a kordonbontás után, és most visszaépítik. Önök tolnak, én nem nyúlok a rendőrhez. Mi egy helyben állunk. Egy helyben állunk. Igen, csak éppen rossz helyen. Teljesen helyen, egy helyen állunk. Amennyiben a rendőröknek neki mennek. Nem megyünk. Önök jöttek nekünk, ezt videó mutatja, önök jöttek nekünk. Egy helyben állunk, uram. Az országgyűlési törvény alapján mentelmi jogunk van. Bűncselekmény esetén érhetnek hozzánk, egyébként nem nyúlhatnak hozzánk. Ön jogszabályos, ezt csinálják önök, ezt csinálják, hivatalos személyek vagyunk, és önök hivatalos személy elleni erőszakot követnek el. Ne nyúljon hozzám! Ne nyúljon hozzám! Nem nyúltam önök. Jó, elég. Milyen rendőrség ez? Nem a törvényt védik, hanem a hatalmasságokat. A forrók hatalmasságokat védik. Azért, hogy ne kelljen nyilatkozni. Önök is tudják, hogy ez egy jogszabályos értés. A mentőn. Jó, elég. Az akció végén a rendőrök dulakodtak Hatházi Ákossal, aki egy ponton földre került, és az arca is megsérült. Hatházi, ne rúgdossa legyen. Nem nyújjon hozzá, nem érhet hozzá, mentem jogon, meg országgyűlési képviselő. Egyes, ne rúgdossa. Ne rúgdossa, nem érsz, ön rúgdossa. Ne rúgdossa, igen. Én alapon intézkedem. Ne rúgdossa, ne rúgdossa. Önök kicsibának ezt érjem. Uram, ne fog esni, ne legyen születelődni, ne fog ennek az akciónak addig kell tartania, és addig kell viszni a Momentumnak, amíg ez a kordon itt van. Ugye legutóbb nagyon hamar visszaépítették, most már le volt láncolva, le volt lakatolva, alul is biztosítva volt, tehát készültek arra, hogy érkezünk. Elképzelhető, hogy a következő alkalomra összehegeztik, maximum hozunk munkaflexet.